Ezekre a korszerű műanyag ablakokra cserélték az Zrínyi Ilona gimnázium régi nyílászáróit. A nyíregyházi középiskola épülete 1962-ben épült, legutóbb pedig 1993-ban volt az intézményben nagyobb felújítás. A régi ablakok is így már 25 évesek voltak. Idén nyáron indultak a munkálatok a gimnáziumban, melyek egészen október közepéig tartottak. A 185 millió forintos beruházás során a nyílászárók cseréje mellett szigetelték az egész épületet, és korszerűsítették a fűtési rendszert is. Mi mindig, amikor össze kell állítani a saját portfóliónkat, akkor úgy definiáljuk magunkat, hogy gyermekbarát iskola vagyunk, ahol inspiratív tanulási környezetet próbálunk teremteni. Ez múlhat pici esztétikai megoldásokon is, de én azt gondolom, hogy a közérzetet nagyban befolyásolja, hogy maga az épület milyen állapotban van. Ezért örültünk annak, hogy ezen a nyáron három projekt is zajlott az iskolában és a kollégiumban, melyek közül kétségtelenül legnagyobb horderejű volt ez az energetikai felújítás. Az Zrínyi Ilona gimnáziumban zajlott felújítások egy nagyobb, 1 milliárd forintos, Nyíregyháza több intézményét érintő programcsomag részét képezik. Ha egészen pontosan valamifajta sorrendet szeretnénk feltenni, akkor az egészségügyi alapellátás intézményei, a bölcsődék, az óvodák és az iskolák és a szociális ellátó intézmények jelentős felújításon mennek keresztül. Ennek elsősorban és fő célja az energiamegtakarítás, energiahatékonyság elérése, amely a fűtési költségek csökkentésében jelentkezik, az áram felhasználás költségében csökken, vagy jelentkezik. Tehát ez egy nagyon fontos célkitűzés. Nagyon fontos célkitűzés, hogy a gyerekek, az ellátottak, az itt dolgozó pedagógusok és szakdolgozók megfelelő méltó körülmények között tudjanak dolgozni, és tudjanak minőségi munkát végezni. A kivitelezések két ütemben zajlottak, elsőként a Vasvári Pál Gimnázium, az egyes számú idősek klubja, valamint a Mustárház újult meg, míg a fejlesztések második ütemében a Sipkai Barna Szakgimnázium és Szakközépiskola, az Zrínyi Ilona Gimnázium és a Kazinczy Ferenc Általános Iskola újult meg, illetve a Polgármesteri Hivatal B épületének energetikai korszerűsítése is megvalósult.